Vivaldi életművében a hegedű verseny, Haydnében a vonós négyes, Brucknerében a szimfónia műfaja játszott kitüntetett szerepet, és valószínű, hogy Beethovennel sokaknak a zongora szonáta jut elsőként az eszébe. Nem véletlenül. A zeneszerző 32 zongora szonátája nem csak a műfaj, hanem a zene egyetemes története szempontjából is kivételesen jelentős művészi teljesítmény. Mindig érdekes, ha egy zeneszerző számára oly fontos műfajban hosszabb, rövid ideig nem alkot. Miért nem írt Haydn vonós négyest 1772 után 9 évig? Miért tartott hosszabb szünetet Beethoven az Appassionata szonáta után, melyet 1805-ben, 35 éves korában fejezett be? A következő darabra aztán 4 évet kellett várni, a Fizdur szonáta 1809-ben készült el, mely a megelőző kompozíció tökéletes ellenpólusa lett. Szokatlan a hangnemválasztás, szokatlan a kéttételes szerkezet, és a Beethoveni stílustól abban is nagyon eltér, hogy nem exponál szélsőséges hangulati helyzeteket, így nincsenek pattanásig feszített drámai szituációk sem. És ami a legmeglepőbb, Beethoven ezt a kevéssé Beethovenes művet különösen közel érezte magához. 1809 fordulópont Beethoven művészi pályáján, és fordulópont a bécsi zeneszerző mindennapi életében is. Ebben az évben halt meg Haydn, Bécs utcáit Napóleon katonái lepték el, a zeneszerző hallásának romlását pedig egyre aggasztóbb tünetek jelzik. Érdekes, hogy mindenek felett eszményét és stílusától is visszavonul. Zenéjében befelé fordul, elmélkedő és meditatív lesz, a nagy gesztusok helyét átveszi a lírai szemlélődés. A Fizdur szonáta a merengő Beethoven első remek műve. Ajánlása Brunswick Teréznek szól. Egy időben úgy tartották, hogy a művelt és zongorázni is kiválóan tudó hófnő Beethoven múzsája és szerelme volt, ma már inkább Josephine-ről 4 évvel fiatalabb húgáról gondolják ugyanezt. Fogadják szeretettel Ludwig von Beethoven Fizdur szonáta. Thank you.
mi volt az a műfaj, mely különösen közel állt Schumannhoz? Ha eltekintünk attól, hogy 1840 előtt szinte kizárólag zongorára komponált, és még 1839-ben is úgy fogalmazott, hogy az énekes kompozíciókat sosem tartottam nagyra, és mindig a hangszeres muzsika alá helyeztem, akkor megkockáztathatjuk, hogy ez a műfaj a dal volt. A Schumann irodalom örök toposza, hogy 1840-ben, amikor sok év viszontagságai után révbe ért kapcsolata Clara Wieckkel és egykori zongoratanára Friedrich Wieck ellenállását megtörte, végre feleségül vette a lányt. Felfoghatatlan hőséggel ontotta magával a dalokat, 1840-ben 138 dalt fejezett be. Alig tudom komponálni. Alig tudom elmondani, mi nagy gyönyörűség a hangszerrel összekapcsoltan emberi hangra komponálni, írta egyik barátjának. Egy Clarához intézett levélében így fogalmazott. Tegnap reggel óta 27 oldal muzsikát írtam le. Munka közben sírtam és nevettem örömömben. Ó, Clara, milyen üdvösség ének hangra komponálni. Sokáig nélkülöztem. A francia szülők fiaként Németországban született Adalbert Chamisso versét 1840 nyarán zenésítette meg. A szövegek a vágyakozás, a szerelem, a házasság, majd a társ elvesztése felett érzett gyász érzései körül forognak, és mindezeket egy fiatal hölgy szemszögéből láthatják. A nyolc dal, mintha csak egy novella füzér volna. Lapjain a mindennapi élet apró villanásaiból egy teljes életkör vonalazódik. Chamisso költeményeit már Schumann előtt is megzenésítették, Carl Löw 1836-ban 9 dalból álló ciklust, Franz Lachner 1839-ben pedig énekhangra, zongorára és klarinétra írt dalokat a verseny nyomán. Ám a mai este Schumann, asszony szerelem, asszony sors.
Még sosem láttam nála összefogottabb, energikusabb és mélyebben érző művészt. Zabolátlanul féktelen személy, aki talán nem is teljesen alaptalanul mindenre és mindenkire haragszik. Ezzel viszont nem teszi kellemesebbé a világot a maga és a többiek számára. Így látta a költő Johann Wolfgang von Goethe a zeneszerzőt Beethovent. A komponista is tisztelte az írófejedelmet, de azért megjegyezte, hogy túlságosan is élvezi az udvari légkört, jobban, mint ahogy az egy költőhöz illene. Több művében is foglalkozott Goethe verseivel, drámáival. 1809 és 1810-ben két dalcsokat is kiadott Goethe megzenésítéséből. Liszt fáradhatatlanul készítette zongora átiratait szimfóniákból, nyitányokból, opera részletekből és dalokból. Schubert, Mendelssohn, Schumann vagy Beethoven dalaiból több tucat átdolgozás került ki kezei alól, melyekben mind az énekszólamot, mind az eredeti kíséretet maradéktalanul érvényre juttatta. E művei tökéletesen érezkedtek a korszak virtuóz zongora irodalmához, de a szöveg nélküli dalok Mendelssohn óta népszerű műfajához is. Beethoven Goethe megzenésítéseinek két ciklusából és az Egmont kísérőzenéből Liszt az 1840-es években 6 tételt választott ki átdolgozásra, a teljes sorozattal 1849-ben készült el. Liszt Ferenc, Beethoven, Goethe dal.
Lisztet és Beethovent magunk mögött hagyva elérkezünk Brahmshoz, kinek késői zongora zenéjében az intermezzók hasonló szerepet játszottak, mint Beethovennél a bagatellek, vagy Schubertnél az infantum. Műfajuk konvenciók felett álló, végletekig személyes hangvételű darabok ezek, melyekben Brahms valóban csak a számára fontos zenei elemekre fókuszálva komponálhatott, függetlenül attól, hogy ezek az elemek mennyire nagyszabásúak, vagy mennyire sokszínűek. Az 1892-ben írt Hét fantázia című ciklusa Capricciók és intermezzók váltakozására épül. A sorozat második darabja az Ámor intermezzó. Az 1893-ban írt és Clara Schumann számára dedikált 6 zongoradalapból 4 viseli az intermezzó címet. A sorozat zárótétele az Esmol intermezzó. Utolsó szóló zongorára írt kompozícia a 4 zongoradarab, mely 3 intermezzóból és finálé gyanánt egy rapszódiával. A raffinált ritmikájú C-dur intermezzo játékos, kedélyes, kifejezetten tréfás hangvételi tétel, mely karakteresen képviseli Brahms csipkelődő humorát. Johannes Brahms, 3 intermezzo.
Mielőtt felcsendülne az est utolsó műve, én szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett velünk, ha szabad ilyet mondanom, ezen a zenei és érzelmi hullámvasúton. Nem tudom, hogy illik-e ilyet mondani egy koncerten, de úgy érzem, hogy ez az volt és az lesz is befejezve. Maradunk Brahmsnál. A cigánydalok összefoglaló cím alatt megjelent feldolgozásokat Brahms eredetileg 4 szólamú énekegyüttesre vagy kórusra és zongorára írta. A 11, illetve 4 tételből álló 2 ciklusból néhány zongora kíséretes dalként is kiadott. A dalok szövegét Hugo Conrad fordította németre, a dallamokat a Rózsavölgyi kiadónál megjelent gyűjteméből válogatta ki.
A darabokon élete utolsó időszakában 1888-ban, majd 1891-ben dolgozott. A cigánydalok Brahms legszínesebb kompozíciói közül valók, írta a kolozsvári illetőségű Lakatos István. Johannes Brahms, cigánydalok. Előadják Gábas Judit és Udvarhelyi Bogdáka. Get it!
Thank you.
tudom, hogy be sem mondjuk. Kiket találunk? Hát, ha sikerül.